Sziasztok, az Akvapóniában vagyunk. A muskátlimat már teljesen körbe nőtte a paradicsom, még egy ilyen 2-3 héttel ezelőtt egész minik voltak, ők magról ide kerültek, bepotyogtak, aztán most nőnek ki. Az angol muskátlit szeretném megmutatni, hogy már virágzik, pedig ez csak egy leszúrt ág volt, ön 2 hónapja körülbelül akkor szúrtam ide be. Itt is van egy másik, meg egy harmadik is, ők még csak levelesednek. Az avokádó ugye jól érzi magát, mint mindig. Itt van egy kis hibiszkuszom, amin látszik, ugye, hogy nő a szépen a bimbó rajta, és egy leszúrt ágacska volt. Itt van még az eper, amit igazából meg szerettem volna mutatni, hogy már van saját termésű eperünk, és már piros is, úgyhogy meg fogom kóstolni. A kínai leánderek pedig már virítanak. Igaz, hogy egy picit magasra vannak nyúlva, meg most pont a nappal szembe filmezek, ezért annyira nem látszik. De amikor hazaviszitek majd, aki szeretne belőle vásárolni, nyugodtan meg lehet őket nyírni, csak azért hagytam ilyen hosszúra, hogy látszódjon, hogy milyen szépen virágzanak. Egyébként megnyírjátok, nagyon hamar fognak bokrosodni, nem lesz semmi gond velük. Hát itt pedig a többi a fűszerek, mint mindig. A retek és a saláta az még mindig csak nő meg nő. Itt szemben van még karácsonyi kaktusz, ami még mindig virágzik. Egy pár citromfám. Ugye lent ők a kedvencek, akik folyamatosan nagyon jól érzik magukat, és itt nyílnak. Hát most csak ennyi, egy kis rövid helyzetjelentés.